Kedvesem, 1756. január 28-án Salzburgban hideg téli nap reggele volt, és egy kis embercsoportocska sietett a nagy, gyönyörű Székesegyház felé. Nem tudom, jártatok-e Salzburgban, az egy érseki város, egy gyönyörű, késő reneszánszal korabarok, nagy Székesegyház van a közepén. A Székesegyháznak a keresztelő kútja az nagyon-nagyon régi, 5.-6. századból származik, az a hatalmas nagy bronz medence, amelyben őrzik a keresztelő vizet, amely négy oroszlánon áll. Na és ez a kis csoport sietős léptekkel arrafele megy, visz valaki egy kis csecsemőskét jól bebugyulálva a karjában, és megérkeznek a Székesegyházba, várja már őket ott a plebános úr, és lefolyik a keresztelés. A keresztelési anyakönyv az megvan most is, és ott a következő szavak olvashatók, én a másolatát olvastam, magyar fordításban mondom nektek, hogy mit állott. Ma délben megkereszteltetett, az előző nap estén született gyermek. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Három keresztény, ugye? A nemes Leopoldus Mozart úrnak a püspöki aula zenészének, valamint Maria Anna Pertlin Gingesnek törvényes gyermeke. Keresztapja nemes Johannes Theophilus Bergmayr, szenátor és kereskedő polgár. Ez áll ott, egy sor van ebben a születési anyakönyvben. Hát amikor ezt halljátok, kicsit csodálkoztok. Johannes Chrysostomus, sose hallottuk, hogy Mozartot így nevezték volna. Ennek nagyon egyszerű oka van, mert az előző nap, amikor született, január 27-e, az az új liturgikus reform előtt, tehát egészen a II. Vatikáni zsinatig, a konstantinápolyi híres püspök aranyszájú Szent Jánosnak volt az ünnepnapja. Ezt én nagyon jól tudom, mert január 27-én született nem csak Mozart, hanem én is. Hát néhány száz évvel később, de amikor ezt megtudtam, éppen már nagy-nagy Mozart kedvelő voltam, akkor én nagyon megörültem. Na hát, ebben is hasonlítunk, egymáshoz ugyanaz napon születtünk. Na hát ezért, mint a papája, a Leopold, az jezsuitáknál végzett Augsburgban, nagyon-nagyon tradicionális és mélyen vallásos katolikus ember volt, ezért úgy gondolta, hogy ezt a gyereket, a fiúgyereket, hát ennek a nagy szentnek az oltalmába kell ajánlani, aki az ókori Konstantinápolynak volt neves püspöke. De azután persze sem a kis Mozart, se a család, ezt a nevet nem használták, ez csak figyelmeztetés volt a aranyszájú Szent Jánosra, hogy vigyázzon erre a gyerekre. A következő, ezt már inkább ismeritek, Wolfgangus. Wolfgang egy koraközépkori misszionárius püspök volt, Regensburgnak volt a püspöke, de mielőtt Regensburgra eljutott volna, ott az Ausztriában, a Wolfgang, Szent Wolfgang Zee, most így nevezik azt a tavat, azon a környékén misszionáltnak, sikerrel térített az embereket a kereszténységre, és Mozartnak a mamája az odavalósi volt. És volt egy nagybácsi, akit szintén Wolfgangnak hívtak, és őt is emlékezve nevezték ezt a gyereket Wolfgangnak. Hát az ő beceneve az volt, hogy Wolfgangról, egy elbetűleti hozzá réve, így nevezték őt a családban. Na és a harmadik név, Theophilus. Hát erre most megint csodálkoztok, mert ez sem nagyon kapcsolódik nálatok Mozarthoz. Theophilusnak miért nevezték ezt a gyereket? Hát, mert a keresztpapa, ahogy felolvastam, Bergmayr úr, annak volt a keresztneve Theophilus. Theophil. És hát illet a keresztpapának a nevét is, meg ennek a gyermeknek. De ezt a nevet se használták később Mozarték. A Theophilus ez egy ókori vértanú, csak arról tudunk róla, hogy azt annyit tudunk róla, hogy vértanú lett, már semmit sem tudunk róla, és egy görög, kicsit nehezen kiejthető név is volt, és ezért Mozart, mikor kicsit nagyobbacska lett, ezt gondolom a papájának az indítványára lefordította franciára, illetve olaszra. Mert Theos annyit jelent, hogy Isten, Philein, Philos annyit jelent, hogy szeretni. Tehát a Theophilus név az annyit jelent, hogy akit Isten szeret, vagy azt is jelenteti, aki szereti az Istent. És ezért ebből a Theophilusból azután lett az franciásan Amadé, Amare, szeretni, Dé, az Isten, ugye? Vagy olaszul Amadeo, szintén Amare, és Deus. Ugye?
Amadeus, ez a kifejezés, amely most, ez a név, amely most általában elterjedt, ez Mozart sose használta. Ez az ő halála után ilyen német professzor urak gondolták, hogy latin formája lesz a legjobb ennek a névnek, hát mondták, hogy Amadeus, és mindig nagyon komolyan mondja Wolfgang Amadeus Mozart. Hát ő magát Amadénak vagy Amadeusnak mondta. Hát nomen est omen, mondják a latinok, a latin közmondás, a név az valahogyan a sorsot is jelenti, és ez a név, az Amadeus név, hát ez tökéletesen megvalósult Mozartban. Mind a két értelemben. Mozart nagyon is szerette az Istent. Amikor kisfiú volt egyszer, a családnak egy barátja megkérdezte tőle, hogy ki neked a legkedvesebb ember? Ki neked, kit szeretsz legjobban? Kis Mozart azonnal rávágta, na Gott kommt gleich papa. Isten után mindjárt a papa jön. Tehát a mama kicsit később, úgy látszik, a papától tanította a muzsikát, meg mindent, Mozart sose járt iskolába, minden tudását az apjától szerezte, és az egy jó nevelés volt, de nach Gott, mégis csak az első, akit leginkább szeretnek, hát az Isten. És ez az Mozartnak az egész életében megmaradt. Amikor Párizsban volt 20 éves korában, és ott az ő édesanyja, aki elkísérte Párizsban, beteg lett és meghalt, akkor a Mozart egy levelében a következőket írta. Tudom, hogy Isten mindent, ami javunkra rendel el, akármilyen bajnak is tűnik nekünk. Minden jól megy, ha a mindenható akarata szerint megy, hiszen ő tudja legjobban, hogy mi szolgál a mi üdvösségünkre. Amit Isten akar, azt akarom én is. Na, hát egy nagyon szép megvallás. Ugye? És Mozartnak a leveleiben, amely sok megmaradt, nagyon sokszor fordul elő a Gott szó. De Liebe Gott. Nem írt ő nagyon tudományos leveleket, vagy mindenféle elméleteket a leveleiben, de a Liebe Gott az nagyon sokszor szerepel. És van egy levele, amit hát nem illik voltaképpen felolvasnom, mert van benne valami, ami nem nagyon tiszteleteljes az ottani püspök iránt, de az én mégis felolvasom. A kis Mozart nagyon utálta az ő püspökét, az nem volt egy rossz ember, de a Hieronymus Colloredo, így hívták, de egy olyan felvilágosult egyházfő volt, és fogalmas se volt a Mozartnak a nagyszerű tehetségéről, ugye, és lakájnak kezelte, és a Salzburg az olyan szűk volt Mozartnak, úgyhogy nagy nehezen kapott egy kis vakációt a püspököt, és elutott valahova, aztán írt onnan egy levelet az apjának, aki szintén a püspöki zenekarnak volt a karmestere, a helyettes karmestere. Azt írja az apának, most megint lefordítom magyarra. Papa, ne vessünk nagyokat, és legyünk vidámak, és örvendezzünk mindig. Hiszen tudjuk, hogy a mufti HC, hát ez a püspök úr, ugye? Hihetem, de mufti HC Isten Schwanz. Az magyar nem is nagyon lehet lefordítani, egy piszok fráter, vagy ilyesmi, amit jelent ez, ugye? Hát ezért kicsit nem tudom, hogy olvasom, mert hát szóval most már felolvasnám. Ám, de most jön a szép dolog, ám, de az Isten együttérző, irgalmas és szeretetteljes. Gott ist liebreich, barmherzig und gütig. Hát ez az, ami az ő egész életét végigkísérte. Nem voltál egy nagyon példaadó katolikus a Mozart, de az, hogy az Isten jó, és az Istenben meg lehet bízni, és Istenre rá kell hagyatkozni, hát ez mélyen-mélyen átérezte. És ezért, amikor sok baj érte az életében, bizony sok baj érte őt, egy nagy szerelmi bánat fiatalkorában, gyerekei több is meghalt kisgyerekkorában, nem volt pénze, amikor volt pénze, az mindjárt kiment, mert a felesége az ugyanolyan egyetlen volt a pénzkezelésben, mint ő saját maga, ugye? És uzsorások kezébe esett, meg mindenféle baja volt neki. De mégis a zenéjében sírások vannak, sírások. De kétségbes, és az nincs. És ő másképpen oldja meg az ő problémáit, ugye? A Beethoven, ugye, annak sok problémája, küzd velük, és aztán jön a végén, Freude, ugye, és régen megy föl az égbe a Beethoven. Mozart ugye kisírja magát, és utána azt gondolja, na de most eleget sírtam,
van lívből, ott van jó Isten, most aztán táncoljunk egyet, ugye? És akkor és elfelejti minden bánatát. Mert rá lehet bízni mindent a jó Isten. Mozartnak nem kell föltornálni magát az égbe, az ő muzsikával, mert már fönt van, és ott van az a kerény körbe. Hát szóval azt hiszem, hogy nagyon lehet rámondani, hogy ő szerette az Istent, de a fordított dolog is igaz, hogy az Isten nagyon szerette a Mozartot. Mert hát egy olyan csodálatos, egyedülálló, zseniális tehetséget adott neki, aminek se előtte, se utána nincsen párja. Ő benne a zene szólalt meg, valahogyan a zene géniusza rászállt erre az emberkére, és ő azt muzsikálta, amit ő belső fülével hallott, Istennek a szép, megteremtett világát, és benne mindent, ami van, de nagyon pozitívan befogadva, és természetesen is örömmel. Hát, hogy ő ilyen volt, azt most mindjárt meghalljátok egyik első zeneművével, amely a Köchel jegyzékben, volt ez a Köchel nevezett úr, aki a 19. században megszámozta Mozartnak valamennyi zeneművét, utána még másokat felfedeztek, és most ilyen pótszámok is vannak, de a Köchel jegyzékben az egyes számú szerzemény, az egy kis menüetke, azt mondják, hogy már előtte is valami volt, amit a Mozart komponált, de megmaradtam ennél az egyesnél, amit 5 vagy 6 éves korában komponált a kis Mozart, és a papája írta le egy zöld füzetbe, amelybe a kis Mozartnak a többi műve is le lett adta írva. Na, hallgassuk ezt a menüetet. Egy 5 éves gyerek. Hát ti 5 éves korodóban mit csináltatok? Hát gondolom, nem ilyeneket komponáltatok. És látjátok, ez már tökéletes, nem lehet ez egy hangot sem megváltoztatni, hozzáadni. Néha Mozartnak a kottáit mások próbáltak javítani rajta, és valamiket még belefirkáltak, de az mindig rontás volt, Ami az ő szívében hall és megszületik, hát az olyan, amilyenek lennie kell. Na és ez a gyermek, de derű és áttetszőség, ez megmaradt azután Mozartnak egész életében. Persze ő azután rengeteget tanult, rengeteg muzsikát hallgatott, mély zenei tanulmányokat is folytatott, magas nívóra ment föl az ő zenei tudása is, de azért ugyanakkor megmaradt ez a gyermekdettség, ez az egyszerűség, ez a csodálatos belső szépség. Egy művész szeretném most hallgatni veletek együtt, ami nagyon ismert, de ez is ugyanezt a szellemet tükrözi. Mozart 16 éves korában komponálta egy divertimento. Zászlóban volt még akkor, egy rövid 17 perces mű, díjdorban van megkomponálva, csupa energia, és olyan, mint egy felfelé szökőkút. Érdekes, hogy a Mozart zenéje az mindig felfelé megy. Én mindig csodálkoztam, hogy a kottán van, nincsen annyi vonal fölfelé, de az mindig megy fölfelé. Sohasem megy lefele, és szomorúan, és valahogyan ellaposodva, nem. Megy fölfelé. Csupa energia, és ez a divertimento kottájában semmi javítás. Úgy, ahogy megszületett, előadták. Mik ezek a divertimentók? Hát ott a Salzburgban a polgárok, meg a nemesek, ugye vacsorákat tartottak, fesektek, beszélgettek egymással, jó vacsora volt már elkészítve, és akkor egy kis szünet, és megjelenik az apró kis zenekar, eljátszák ezt a muzsikát, mindenki hallgatja, tehát még fecsegnek is közben, utána megy a jó vacsora, és hát örülnek annak, hogy ilyen szép az élet. Hát ez
Mozartnak ez a műve, az első tétel, majd a hármat együtt meghallgatjuk, egymás után mindjárt, egy lefelé induló hármas hangzat. A Mozart nagyon sokszor úgy kezdi a műveit, na, nézzétek, ez most ilyen, hang, ilyen skálában van. D-dur lévén ez a fis D, ugye? De egy kis, ezért jön hozzá, egy kis dísz, ugye? És akkor megvan ugye a hangzat, és akkor most nekiindult, és megy föl a szőgút egészen a magasba, és azután jön a, nagyon rend van a Mozart a muzsikájában. Első tétre, utána, hogy kell a szonáta formulákban. A második téma jön, ottan egy kedves, kis, finom témácska, ottan ismétli az egészet, még egyszer, jó, hogy még egyszer meghallgassátok. Ezt egy irodalmán mondta nekem, hogy milyen jó dolgok van a zenészeknek, ott az ember örül, hogy ugyanaz még egyszer megismétlik. Az írók ugyanaz még egyszer leírják, mindenki unja, ugye? De hát a zenén ez valahogy nem így van, ugye? Ezért egy nagyszerű dolog a zene. És hát van egy kis expozíció is, és kifejtési, nagyon rövidke, és a moll felhők is áthúzódnak rajta, de ez nem igazi szomorúság ez. Bár Mozartban nincsen dur moll nélkül, nincsen öröm szomorúság nélkül. A szomorúság felhője át, de mindjárt megint kisüt a nap, és utána megismétli szépen az elejét, ahogy kell, első téma, második téma, és egy... És befejezi, érdekes módon, ez is gyakran csinálja, befejezi, nem tér vissza a tonikára, az alaphangra, hanem a fölötte levő tercen fejezi be. Ez olyan, mint egy kis madár, aki leült egy ágra, és most elrepül. Ugye? A második tétel az egy gyönyörű, szép kis andante, lassú, énekel a hegedű, énekli a melódiáját, amelyet gyönyörű, szép, és arra figyeljetek, hogy egy hosszú, magas hangot adott az a hegedű, miközben a többi hangszer valamit ott a muzsikáról adta fönn magasan. Az embernek az érzése, hogy most gondolja a 16 éves kamasz Mozart egy kedves kislányra. Mert hát ő nagyon sokszor voltam szerelmes, ugye? De nem bántott a lányokat, mert akkor nem illet, nem volt szokás, de rengeteg lányra volt szerelmes, ugye? Egyszer írta azt, hogy minden lányba, akivel szerelmes voltam, összeházasodtam volna, akkor már 100 feleségem lenne. De azt nem csinálta, szépen, úgy nem ment el addig, ameddig nem szabadott elmenni. Na és szóltam. A kifejtés így nincs helyette, egy kedves kis másik téma jön elő, és ez a szépen újra az eleje. Na és a harmadik tétel, hát az egy allegro, ugye, és remek, ugye, tan-tan-tan, tan-tan-tan, ugye ez megint egy olyan bevezetés, az, hogy megy, hatalmas nagy tempóba, szakkátó kísérletekkel szaladgál fölfele, lefele, fölfelé a zene, és a kifejtés az egy kontrapunkt, ugye. A Mozart mutatja, hogy én ilyet is tudok ám, kontrapunktként ugye a klasszikus kontraművészete van majd komponálni, de szintén mosolyogva nevetve csinálja, aztán megint visszajön az eleje, kóda nincs, kész, és mi kell most már a végén, csak egy tapsvihar, és a Mozartnak a kegyes meghajlása. Köszönöm szépen mindjártnak az örömét. Na, halljuk ezt a három tételt.
Andante téte, a szép hegedű ének.
Na most jön a presto, figyeljétek! Na hát ez csodálatos, ugye, hogy ilyen szép előadásban hallhatjuk, ezt Szeretkényi Károly atyának köszönhetem, aki nagy Mozart rajongó, a Farkasréti plebános, ugye, és neki van Mozart összes műveinek a CD-je, és ez nekem kölcsön adta, és abból a Kovács Lajos rendtársam és a Prókai Edina szépen összemásolták ezeket a részeket, amelyek kellettek a mai előadáshoz. Hát nagy köszönet nekik. Hát amikor ezt hallottátok, akkor talán egyetértetek azzal, amit egy japán diák írt, akik hallgatták az én óráimat, mert itt a Tokió Szofia Egyetemen hirtelen ötletem támadt, és meghirdettem egy választható, szóval a választható órát, a tárgyat Mozart zenéről. Eleinte is a 100-an jöttek, aztán 120-an, aztán 200-an, aztán egyszerűen elterjedt ennek a híre, és egy évben 1000-en voltak. Hát aztán már nem fértek be a terembe, és hát ültek a földön, meg tudja, hol ugye. És utána már kompjúterre kellett sorsolni azokat,
akinek elfogadta a jelentkezését. De olyan jót tett ezeknek a gyerekeknek, 19-20-21 éves japán fiúk, lányok, legnagyobb részük nem is keresztény, de Mózes zenéjében megérezték valahogyan az Isten hitet is még, és azt a derűt, azt a szépséget, és mindenkinek egy nagy-nagy élmény volt. Hát az egyik, a legjobb dolgokat, amikor írtak az ő vizsgadolgozataiban, azt ő kivagdostam, és végül egy könyv lett belőle, majd legközelebb elhozom azt a könyvet, sajnos nem tudják olvasni, tudjátok olvasni, mert japánul van, ugye? De az volt a címe, hogy Nihon no Wakamono no Mozart. Japán fiatal embereknek, a fiataloknak a Mozartja. És például egyik ezt írta. Mozart zenéje olyan, mint a pillangó röbdösne boldogan és szabadon valami végtelen térben, melyet nagy szeretet ölel át. Egy másik még ezt írta. Mozart zenéje olyan, mint a minket átölelő szellő, a minket melegítő napfény, az éjszaka csendje, a hajnal frissessége. Ez a zene természetes bizonyossággal minden erőlködés nélkül született. Aztán még egyet hadd olvassak föl. Amikor Mozart zenét hallgatom, nyár elejé rét jut eszembe. Ezer színű kisvirágok nyiladoznak rajta, ízes a levegő, kellemes szellő borzolja hajamat, a fák is, a fű is, a rovarok is, a madarak is, a felhők is, a föld is, a kövek is, mindaz, ami ott van, minden erőlködés és hazudozás nélkül éli a legteljesebben a maga életét. Mindaz, ami ott él, boldogan örül létének. Hát valahogyan ezt érzezték ki friss füllel ezek a japán fiatalok Mozartnak a muzsikájában. És ez benne megmaradt egész életében. Hogy lássátok, hogy nem csak az 5 éves, meg a 16 éves Mozartnak a lelke volt ilyen, meg a hangulata volt ilyen. Most egy tételt szeretnék veletek együtt hallgatni, egy zongora hangversenyből, amit 29 éves korában komponált. Ő saját maga játszotta ezt el először Bécsben egy koncerten, amelyben nagy sikert aratott. Ez a 466-os számú koncert nagyon híres, mert mollban van, D-mollban van írva, Mozart koncert körül csak 2 mollban van írva, és bennük aztán tényleg passzió és dráma is érződik. De ebben a moll koncertben is, amelynek most a második tételét szeretné veletek együtt hallgatni, van egy mennyien nyugodalmas andante. És a románcnak nevezi a föliratban a Mozart ezt a második tételt, illatos májusi levegőt érez az ember benne. A szerkezete teljesen egyszerű, A, B, meg ilyes valami, egy teljesen egyszerű melódia is, amit nem lehet elfelejteni, az ember egyszer hallotta. Ez a melódia háromszor megismétlődik, ez egy rondó formájában közben van szúrva két kuplé, két másfajta muzsika. Az egyik, az első kuplé gyönyörű. A zongorista szinte egy ujjal játssza egy hosszú-hosszú, gyönyörű szép melódiát. Szokták néha mondani, hogy Mozartnak a dallamai nagyon rövidkék, de nagy része rövid, de vannak néha ilyen hosszak is, amikor nem tud betelni annak a szépségével. Utána megint visszajön ez a kedves, felejthetetlen románc muzsika. A második kuplé az viszont elszabadulnak a démonok, agresszív harag, az ember szinte elkezd remegni, amikor ez a zene rázódul, és ez tempos, gyors, és egészen más, mint ami egyik volt, és azután, mikor elérkezett már a csúcspontja, akkor kezd lassulni. Egy zeneszakértő azt mondta, ez olyan, mint amikor egy elszabadult, megvarult lovat lassacskán húzunk visszafelé, lassíts, tehát végig sikerül megállítani, és akkor újra előjön gyönyörű szépen ez a felejthetetlen első téma. Van egy kedves kis befejezés és kóda, amelyek a fúvósok, és játszanak, és fújnak, és az egész megint egy mennyei békével záródik. Hát hallgassuk meg ezt.
De hát ugye, hogy örül az ember, amikor másodszor, harmadszor is előjön ez a téma. Ugye, az egyik diákom a következőket írt a Tókióban. Mozart zenéje az élet örömét adja meg nekünk. Elfeledteti a bánatot, a szomorúságot, a szenvedést. Bátorságot ad az élethez. Az emberi életben menthetetlenül sebeket kapunk. Elveszük reményünket. Akkor leljük meg az élet igazi örömét, ha ezeken felülemelkedünk. Mozart zenéje éppen ezt mondja el nekünk. Hát azt hiszem, ez megint nagyon igaz. Ezt megtavasztalhatjátok ti is, amikor el vagytok szontyolodva, jusson eszetekbe ez a melódia. És így tovább. Akkor azt hiszem, el fog párologni a szomorúság. Azt legalább én megtavasztaltam ott az óráimon Tókióban, hogy ezek ott 300-400-an vannak, akkor aztán fecsegnek egyesek, ugye? És amikor hát beszélek, és közben fecsegnek, azt nem nagyon bánom, de amikor Mozart zenét hallgat, és akkor is még fecsegnek. Különösen attól volt a veszedelem, hogy egy fiú meg egy lány ült egymás mellett, hú, akkor folyó, susususus. És akkor néha, hogy a tétel végére értem, akkor megállítottam a magnót, és kiabáltam, akkor összehúztam magukat, de megint bekapcsoltam a magnót, jött a következő tétel, és elpárolgott a haragom, de teljesen elpárolgott. Ez olyan jó volt, ugye, hogy meggyógyítja az ember. Hát és látjátok, milyen magas ez a művészet, most már a 29 éves Mozart, minden tudott, amit lehet tudni, ugye, ha összehasonlítjátok azzal az első menüettel, vagy akár azzal a divertimentóval, amit 16 éves korában komponált, hú, hát ez magasan fölötte van, de ugyanaz a Mozart is, és azt nem lehet eltéveszteni. Na hát még egy, most megint egy fiatalabb kori műre mennék vissza, amit szintén 17 éves korában komponált. Ez is megint egy divertimentóból egy tétel, az utolsó tétel, a száma, a Kechel száma 166, nem, igen, 166, és csak fúvósakra van. És hát ez a rondó tétel, van a rondó téma, aztán vannak közben más témások, aztán megint visszajön a rondó téma, megint visszajön, és az ember aztán már szeretné, hogyha mindig csak visszajön, mert hát olyan vidám és olyan örömteli. Van az a német kifejezés, hát eine gute Laune. Jó kedve van, hát tényleg, ugye Mozart, miután jó, megitt egy puncsot, ugye, és egy jó evédelt, és volt a kedves feleséges, minden, hát a gute Laune, szép az élet, jó az Isten, örüljünk neki. Na, ez van itt egy nagyon kedvesen ebben a tételkében, nagyon rövid. Thank you.
sajnos már vége, pedig hányszor még elhallgatnánk ezt, hogy azonnal meg lehet jegyezni, ugye, és hát csupa vidámság. A Mozartnak volt egy jó barátja, Gottfried Jacquin volt a neve, ilyen franciás neve volt neki, de egy bécsi születésű tipikus osztrák ember volt. Az egész családdal jóban volt a Mozart, és én valahol olvastam, hogy ez a Jacquin, ez elment a Mozart, ahogy sokszor tette látogatóba, és előszedte az ő jegyzetfüzetét, és mondta, Mozart barátom Wolfgang, írd már ide be nekem, hogy mi a te véleményed, hogy mi teszi az embert zsenívé, lángészé. És Mozart fogta a tollát, és azonnal kezdett írni. Azt írta, nem a kiváló értelmi képesség teszi az embert zsenívé. Nem is a mély, szép érzelmi élet teszi az embert zsenívé. Még a kettő együtt, ha egy kiváló értelmes, mély érzelmi élete van is az embernek, még azt se teszi zsenívé. Liebe, 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 das macht das Genie. Szeretet, szeretet, szeretet. Ezt teszi a zseni zsenívé. Hát azt hiszem, ez a titka a Mozart zenéjének. És ezt valahogyan mondom, megérezték a diákjaim, akiknek én mindig ilyen lapokat készítettem, ott a japán nyelven van, itt kimásolva a könyvekből, a magyarázatok arról a darabról, mindenkinek ott volt a kezében, amelyet ma együtt fogunk hallgatni. És minden évben, bár elég fáradtságos volt annak a 300-400 diáknak a japán dolgozatát elolvasni, és jegyeket adni rá, de mindig úgy éreztem, hogy érdemes ez jövő évben is tenni, mert hát ezeknek a fiataloknak ez egy nagy-nagy nagy tapasztalat. Egyik például azt mondta, hogy úgy kezdte a dolgozatot, hogy kicsit megijedtem. Én természetesen ateista vagyok. Egy fiú kezdte ezzel. De aztán folytatásra így szólt. De amikor együtt hallgattuk Mozart Requiemjét, majd ezt is majd a negyedik alkalommal meghallgatjuk, amikor együtt hallgattuk Mozart Requiemjét, akkor úgy gondoltam, hogy hát mégiscsak van Isten. Na látjátok, hát nem volt valami híres, hát is, vagy talán azt is lehet mondani, hogy ez vezette őt az Istenhez. Az a nagy teológus, a Karl Barth, ugye, aki egy nagy-nagy Mozart tisztelő volt szintén, azt mondta, hogy általában ilyen filozófiai Isten bizonyítékokat nem nagyon fogadott el, de azt mondta, hogy az Isten léte mellett egy nagy élet, hogy létezik Mozart zenéje. És azt hiszem, ez igaz, ez nem jöhet létre, hogy véletlenül csak magától, valami gonosz világtól, valami ördögi, nem tudom, dolgból. Nem, ez fölülről jön az örök szépségből, az örök szeretetből. Na és hát a Mozartnak az élete, mint mondom, sok szomorúság is volt benne. Most már elérkezünk az életének a végéhez, mert jövő hónapban megint előről kezdjük máshonnan, de az életének a végéről szeretnék mostan két darabot veletek meghallgatni, jobban mondom a részleteket. Halál előtt 6 hónappal vagyunk, Mozartnak az utolsó tavasza, amelyet megél. Mert ő ugye 35-36 éves korában halt meg. 1576-ban született, és 1591-ben halt meg. És már érezte, gondolom, testében a betegséget, pénzhiányba szenvedett, minden, és egyik helyről a másikra kellett mindig költözni, egy nagyobb lakásba, egy kisebb lakásba. Egyszer az volt, megint ez a Jacquin barátja meglátogatta őt az új lakásban, és látja, hogy táncol együtt a Mozart és a felesége. Buzsika nem volt, de táncoltak. Mi lesz benneteket? Nincs pénzük tüzelőre. Táncolok, hogy melegedjünk, mondja. Így oldották meg ezeket a problémákat, érdekes módon. Nos, hát egy komponált, egy zongora hangversenyt, ami nem a leghíresebb, de az utolsó, amit ő komponált, és olyan csendesség, visszafogottság van benne, a Kecherszám 595, egy kísérettel kezdődik, és aztán jönnek a témák egymás után, az első, második, harmadik tétel, és minden olyan, valahogyan kicsit melankolikus. Egy szintén japán diákon mondta, írta nekem, Mozart zenéje az csillog, az fénylik, de úgy, mint egy könycsepp. És azt hiszem, ez igaz. Van benne mindig egy kis melankólia is,
tétségbeesés és nem, de a sírás közben mosoly. Nos, ezen az utolsó tavaszán Mozartnak hirtelen eszébe jutott, hogy egy dalt, egy liedet komponál. Méghozzá ez annyira jól sikerült, hogy az osztrákok, németek ezt népdalként éneklik, és nem is tudják, hogy ez nem egy népdal, hanem Mozartnak a szerzeménye. No, egy egyszerű verset talált ő valahol egy könyvecskében, amelyből ezt kimásolta, és itt van, úgy kezdődik ez németül, hogy Komm lieber Majun, mache die Bäume wieder grün, und lassen wir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Jöjj, szép május, megint tedd zöldé a fákat, és add, hogy a kis ibolyák ottan virágozzanak a patakpartján. Aztán mondja tovább, elég sok verszak van itten, de minden egyszerű dolgok, gyerekek énekelnek, tél is jó volt, téli játékokat is élveztük, de azért mégiscsak jobb a tavasz, mégiscsak jobb a nyár. Jöjj, kedves május is hozzá, sok-sok szép ibolyát magaddal, és sok fülemülét is, és szép kakukmadarakat is. Ugye? Ez énekli most egy szoprán énekesnő, és halljuk, hogy hogyan is hangzik. Ennek a liednek a köhel száma 596, és a zongora, az utolsó zongora hangverseny pedig 595. Tehát egy időben komponálta a kettőt, és a hangversenynek a harmadik tételében, a búcsúzó tételben, ott visszajön ez a melódia, és gyönyörű szépen. Most figyeljetek rá, és mint mondtam, Mozartéknak állandóan költözködnie kellett olcsóbb lakásokban, és amikor ezt a dalt és ezt a zongora hangversenyt költözte, egy olyan kis utcában volt az ő lakásuk, amelynek egy furcsa neve volt. Mert úgy hívták ezt az utcát, hogy Himmelspfortengasse, a menny kapujának az utcáskája. Hát miért hívták így, azt nem tudom, de hát ez megint egy olyan gondviselőszerű dolog, mert amikor Mozart védel ezt a zongora hangversenyt komponálja, hát szinte látjuk, ugye, hogy a kis Mozart, hogy apró emberke volt, valami 130 cm-eske volt, ebből a kis emberből jöttek elő ezek az óriási muzsikák, megy fölfelé, elérkezik a Himmelspforte-hez, a mennyország kapujához, ott még
szépen visszafordul, visszaintegrál, tatan, 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 és aztán szépen bemegy, és vége van ennek a dolognak. Hát, hogy így lehet fogadni az életünket elejét is, meg végét is. Na, hallgassuk. Thank you.
Látjátok, ha így lehetne bemennünk a mennyország kapuján, az egészen jó dolog lenne. Hát, amikor ezeket a zongorának, ezeket a gyöngy hangjait hallom, gyerekkori élményem jut eszembe, élményeim jutnak eszembe, az én édesapám tudott nagyon jól zongorázni. Büszkeségem, hogy Bartók Bélától tanult zongorázni az én apám. Nem volt hivatásos zongorista, de azért néha odaült a nagy zongorához a lakásunkban, és akkor én oda húztam mellé a kis hámlit, és akkor játszotta a szemnészebb dolgokat, Chopint, Beethovent, Mozartot is, meg Debussyt, meg Bartókot persze. És akkor emlékszem, hogy a zenének abban a nagy-nagy óceánjában valahogy olyan, hogy beleszívódtam, és ez nagyon-nagy öröm volt. Hogy mi a zene? Sokan próbálták megmondani, de még senki sem mondta meg rendesen. Egy titokzatos valami, nem tudjuk, hogy micsoda. A japánok kikísérletezték, hogyha egy melegházban, ahol növényeket termesztenek, Mozart zenéjét játsszák, a paradicsomok nagyszerűen nőnek és ízesek lesznek. És aztán már az orvosok mondják, hogy amikor vannak a várandós kismamák, ugye, a legjobb a Mozart zenéjét hallgatni az ő kedves kis magzatukkal, mert arra szépen reagálnak és tetszik nekik. Ilyen csöcsönt, azokat ne hallgassák vele, ugye? Hát szóval ezek olyan szép muzsikák, amik az embernek a lelkét gyógyítják, és szépé teszik, jóvá teszik, azt hiszem. Úgyhogy próbáljunk ennek a zenének ebben a csodálatos világával együtt élni, és a mi egész életünket is valahogyan zenévé átalakítani. Hát még jövő hónapban, meg aztán utána megint lesz alkalmam kicsikét néhány dolgot, hogy mondogatni nektek. Alkalommal a Mozartnak az a titokzatos négy hangjáról lesz szó, a do, re, fa, mi-ről, amelyek az egész művén végigvonulnak, és azok mit jelentenek vajon. Utána a két hónap múlva a Figaro házassága, abból majd szemvelvényeket hallunk, mert az Mozartnak egy csodálatos operája. És hát a végén elmaradhatatlan a Régfilmet fog együtt hallgatni, és a keletkezésre is még néhány dolgot mondani. Hát Mozartnak a muzsikája az megfizethetetlen, és ezek az előadások is ingyenesek, de a Párbeszéd házának az igazgató asszonya mondta, hogy mondjam, hogy szívesen fogadunk adományokat, és sakli van hátul, de hát nem fontos. A fontos dolog az, hogyha a szomorúak vagytok, bánatosak vagytok, akkor ne esetek készségbe, hanem próbáljátok eldudolni azt, hogy tan-ta-tan-ta-tan, tan-ta-tan-ta-tan, plum, plum, és akkor minden jó lesz. Na, köszönöm a figyelmetek!